Ha, szia, Léna, sziasztok! Szia, Kriszta, ismét itt vagyunk. És hát már egy olyan témát hoztunk, ami szerintem az én életemnek a 95%-át lefedi. Ugye szerintem csak a tiédet. Igen, sokan szenvednek benne. Most a mai témánk a kontroll lenne. Én direkt nem teszem hozzá, hogy kontrollmánia, mert tehát ez nem mindenkinek mániája, sőt, sok ember hiány van a kontrollnak, tehát hogy pont az ellenkezője, hogy nem nincs kontrollja. Tehát csak annyi, hogy a kontrollról fogunk ma beszélni, és kíváncsi vagyok, hogy ennek a szónak a hallatán kiben mi jön fel. Hát nálam sok minden, tehát aki kicsit belekutakodott a kis életembe, ami ugye nyílt a weboldalamon, le van írva, hogy mennyire kontrollmániás voltam, ez nálam a tisztaság mániába jött létre, annyira belemélyedtem, hogy egy nyugodt vasárnap délutánon a fotából simán felkeltem filmnézés közben, hogy egy milliméterrel arrébb tegyek egy pici dekort a polcon, mert az egy milliméterrel arrébb volt, és hát ez a kontrollmánia, ez azért az egész életemre kihatott, de nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka van és volt ennek, ezt majd később elmondom, de most kíváncsi, várom, hogy nálad a kontroll, az mit hoz fel? Hú, hát alig tudok megszólalni, mert annyi mindent. Szóval kezdve ott, hogy ugye én így is nőttem föl, hogy kontrollálva voltam folyamatosan, mert hogy a szüleimmel együtt laktunk még, akkor a nagyszüleimmel, amikor 14 éves koromig, tehát amikor kicsi gyerek voltam, általános iskolás. És a nagyszüleim, hát már a nagypapám nyugdíjas volt, a nagymamám meg mindig háztartásbeli, és ők ott otthon voltak gyakorlatilag mindig, tehát egyik legalábbis mindig. És nagyon-nagyon-nagyon ritka volt, hogy ők együtt elmentek valahova, de ott volt rajtam a figyelem. Tehát a házban voltam, a ház körül voltam, a bárhol is voltam, mindig egy szempár legalább figyelt, és kontrollált. És én annyira megszoktam azt, hogy odafigyeljek arra, hogy mit csinálok, hogy árgus szemekkel figyeljem azt, hogy mit csinálok, hogy volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy így a világ összes terhe és a világ összes súlya rajtam van, mert hogy én ennyi kontrollt már nem bírok elviselni. Mert ugye ezt tanultam el, ezt tanultam meg, és aztán én természetesen saját magamat is folyamatosan kontrolláltam. És ebből aztán jött egy ilyen nagy elkeveredés, tehát hogy én nekem... és ráadásul úgy voltam kontrollálva, hogy a szüleimnek rendszeresen beszámoltak a nagyszüleim arról, hogy mit csinált Krisztike, és akkor így, hát általában nem jó dolgok, tehát hogy általában így ilyen nagyon eleven voltam, és így valami huncutságot csináltam. És ebből aztán az lett középiskolában, amikor már elköltöztünk Pesterzsébetről a nagyszüleimtől, hogy totálisan elkeveredtem, hogy most tényleg mi a jó, mi a nem jó, mi az, amit én szeretek, mi az, amit nem szeretek, mit kéne, mit nem kéne, mi a helyes, mi a nem helyes, tehát hogy egy ilyen óriási katyvasz volt bennem. Tehát én azt is mondhatnám, hogy én így gimnáziumban totálisan így lebontottam saját magam, és újraépítettem saját magam, mert így összenyomott ennek a kontrollnak a súlya. Igen, ebben nagyon sok ember küzd, ugye, mert hát a kontroll az bele tudjuk mi is hozni az életünkbe saját magunk, de általában nagyon vissza tudunk nyúlni régi generációkra, hogy generációról generációra öröklődik. Bocsánat. És ha valaki ebben nő fel, akkor evidens, hogy viszi magával. Az, hogy ebből mennyit helyez az életébe előtérbe, az már akkor már, ha már felnőttek vagyunk, akkor az csak rajtunk múlik.
Viszont én azt gondolom, hogy a magában a kontrollból, abból nagyon jól ki lehet jönni. Mert ha nem arra használjuk fel, hogy a párunknak a telefonját kontrolláljuk, a gyerekeink szabadidőjét kontrolláljuk, vagy hogy a környezetünkben lévő embereket ebben a kontrollal irányítani próbáljuk meg. Tehát ha nem erre használjuk, hanem arra, hogy a saját életünkben, a saját munkánkban, a saját vállalkozásunkban egyre jobbak és jobbak legyünk, akkor viszont szerintem elengedhetetlen az a fajta tulajdonság, hogy legyen egyfajta kontrollunk ezekkel a dolgokkal szemben. Én tudom, hogy amikor bekerültem a multi céghez, akkor ha nem lett volna meg ez a kontroll tulajdonságom, inkább nem mániát mondok, hanem a kontroll tulajdonsága az életemnek, akkor nem tudtam volna azokat az eredményeket elérni, amit ott elértem. És mivel ott elértem ezeket az eredményeket, ezért rettentő sokat tudtam tanulni magáról az emberekről, a folyamatokról, a cégépítésről, ezt tudtam kamatoztatni kint Németországba, most viszont itt a vállalkozásomban is ezt tudom kamatoztatni, mert hogyha nem kontrollálnám nap mint nap azt, hogy itthonról dolgozva miket csinálok, hanem csak hogy a nagyvilágban valamiket ott csinálgatnék, akkor bizony nem tudnék egy vállalkozást ilyen formán felépíteni. Szétcsúsznál, úgy érzem. Így van. A kontroll, annak jelent kell lennie az életünkbe, csak tudni kell vele bánni, és itt is bejön a tudatosság, hogy igen a kontrollt tudatosan lehet irányítgatni, ide-oda pakolni a mindennapjaink során. Igen, én nagyon sokszor olyan dolgokba is képes vagyok belevinni a kontrollt, amiknek nincsen olyan nagy jelentősége, például, hogy az oknik hogy vannak kiteregetve a szárítóra. Nekem az nagyon-nagyon fontos, hogy kirázva, ne kis gömbözve, gyűrötten, meg hát én már a pólókat is úgy, de nem szeretek vasalni, és akkor ilyen szépen váfán szoktam szállítgatni. Én nagyon szépen kirázogatom, meg meghúzogatom, és akkor úgy lógatom váfára. És szegény férjemet azzal szoktam szekálni, amikor ő tereget. Eleve ritkán engedem meg, hogy teregessem. És akkor nagyon cuki, mert megkérdezi, hogy attól félsz-e, hogy nem jól teregetek, és akkor így nem tudom, hogy most mit is mondjam, hogy tudom, hogy jól ki tudod teregetni, csak az nem volt olyan, mint ahogy én kiteregetném, és akkor mondjam, hogy na figyelj, akkor hogy szeretnéd, hogy teregessek? És akkor, szóval ilyen teljesen, szerintem lényegtelen dolgok, mert azért ezek nem annyira kardinális dolgok. Ilyeneket is el szoktunk tudni azért csúszni, ezek a kis banánhéjak. De hát persze vannak azok a fajta kontroll dolgok, amiket te is mondtál, hogy az, hogy észrevegyük, hogy éppen kezdünk elcsúszni a napi rendünkben, éppen kezdünk elcsúszni valami dolgokban. És igen, ez a fajta éberség vagy figyelmesség, amivel az életünket nézzük, azért az nagyon sokat tud segíteni, és ezt már nem kontrollnak nevezem, igen, hanem egyfajta olyan tudatosságnak, hogy nyitva van a szemünk, meg nyitva vannak az érzékszerveink arra, hogy amikor valami olyan irányba kezd elcsúszni, amilyen irányba nem akarunk mozdulni vagy elcsúszni, akkor észrevegyük ezt, és képesek legyünk változtatni rajta. Ugye én 11 éve tartok órákat itt a stúdióban, és az nagyon-nagyon fontos, hogy még a 11 éve hozzám járó embereknek is újat tudjak adni. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon fontos. És ha nem lennék arra figyelmes, hogy rutinszerűen csinálok valamit, akkor nem venném észre, hogy teljesen rutinból ismét, mert könnyen belecsúszik az ember a rutinba, könnyen belecsúszik abba, hogy most már nincsen benne az az érzelmi töltet, hanem csak rutinból nyomom. És ezért, ha észreveszem ezt magamon, akkor mindig beleteszek valami frissítést, valami vérfrissítést, tehát hogy akkor megnyomom magamon azt a gombot, hogy hoppá, 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 most ez történik,
na, akkor mit kéne, és akkor elmegyek valamilyen más irányba, csinálok valami új dolgot, beteszek valami új zenét. Tehát mindenképpen valami nagyon kardinálisan belenyúlok, megváltoztatok, hogy egy kicsit felrázzam ezt a folyamatot. Mert ja, most azért egy szó jött ezzel kapcsolatban nekem, a kiégés, hogy nagyon könnyen el tudunk menni abba az irányba, hogy elkezdünk... A kontroll is válhat ilyen rutinná, hogy ezt is nézem, ezt is kontrollálom, erre is figyelek, és akkor már ebbe is az ember így bele tud fásulni. Igen, és értem én, hogy mondod ezt, hogy a kontrollba is be lehet fásulni, viszont akkor most már meg is tudjuk bonyolítani, hogyha a kontrollt sem kontrolláljuk, akkor tud ez a fajta jelenség visszajönni. Tehát valamilyen szinten a kontrollnak mindig az életünk részének kell, hogy lennie, csak szerintem az nem mindegy, hogy milyen intenzitással csináljuk. Mert hogyha nagyon belemélyedünk, és tényleg mindent az utolsó milliméterig kontrollálni akarjuk, tehát minden részletét, na ott probléma van. De amikor tudjuk, hogy ott van, tudjuk, hogy figyelni kell rá, mert valójában a kontroll az egy figyelmet jelent, hogy mennyi figyelmet teszek bele abban a dologban, akkor, és ha ezt tudjuk egészségesen kezelni, egészséges mértékben a napjainkba belecsempészni, akkor szerintem nem essünk át a kontroll másik oldalára sem, hogy fú, aztán minden, nem is égünk ki benne, mert hogy egy egészséges egyensúlyt fent tudunk tartani. Nagyon sokan, jó is, hogy felhozott ezt a teregetést, tehát például a háztartásban a nők tipikusan előtérbe helyezik ezt a kontrollt. Igen. És akkor lehet mindig panaszkodni, mert hogy a férje nem hajlandó ezt sem, meg azt sem csinálni, és amikor a dolgok mélyére nézzük, akkor ugye kiderül, hogy hát szegény férj szeretné, de hát, ahogy te is mondtad, rászólunk, hogy nem jól teregetted ki, ott hagytál egy kis port, nem jól mostál fel, nem nyúltál be a porszívó csövével a sarokba, szóval hozzátesszük azokat a kontrollal kapcsolatos gondolatainkat, ami nekünk már alapból megy, és ezt várjuk el a többiektől is, hogy nekik is alapból menjen, holott ők ezt nem gyakorolják nap mint nap, és onnantól kezdve viszont elveszítjük azt a fajta szövetséget, mondjuk a háztartást vezetett, aki a férjünk lenne, aki ugyanúgy kivenné a részét, mert hogy előtérbe helyeztük azt a fajta kontrollt, ami valójában nem kéne, hogy ott legyen, mert most nem mindegy, hogy alányult a kanapé alá porszívott csövével, vagy nem. Hát harmadik nap úgyis porszívozni fogunk. Szóval... Hát amikor fontosabb lesz a kontroll, igen, mint a kapcsolat, meg a jó hangulat. Igen, akkor... és ez az, amikor elbillen a mérleg a kontrollálás javára, ami már nem megy jó dolog, és ami által már bizonyos olyan dolgok be tudnak csusszanni az életünkbe, amitől jön a veszekedés, a frusztráció, a betegség, a mérgező energiák, a mérgező légkör, és úgy szép lassan felemészt ez minket. Úgyhogy ezt meg a kritika. Mert hogy ugye, amikor én kontrollálom a másikat, meg kontrollálom azt, mit csinál, akkor óhatatlanul is bejön az a fajta kritizálás a dologba, amitől a másik rosszul érzi magát, nyilvánvaló, mert hogy ő úgy érzi, hogy nem tud megfelelni, nem tud jót tenni nekünk, pedig szeretne, tehát igyekszik rajta, de a jó fogalma az más neki, meg más nekem. Tehát, hogy ha tudjuk azt értékelni, vagy tudnánk azt értékelni, hogy ő most meg akar tenni valamit, kedvembe akar járni, és ez fontosabb, mint hogy ott maradt egy pormacska valahol a bútor alatt, akkor már megint a hangulat érdekében tudtunk tenni. Igen, és ugye te is mondtad, hogy ez kisgyerekkorban is jelen van, például, hogy az anyuka nem engedi a konyhába a gyereket a főzés közben, mert hogy maszatos lesz, hogy összekoszol, kontrollálja az ő fejlődését.
Pedig most mi történik abban a pillanatban, amikor a gyerek is megfogja azt a tésztát, és össze akarja gyúrni? Megismerkedik a tészta állagával, megismerkedik. De milyen jó is az, igen. Feladattal, igen, és tök jó bulit lehetne ebből kerekíteni, de nem, mi elkezdjük már gyerekkorban kontrollálni ezt az egész dolgot, és persze, hogy kamaszkorban már akkor nem akar segíteni, felnőtt lesz már, nem tudja, hogy mi az, hogy tésztagyúrás, de belé ültettük ezt a fajta kontroll dolgot, hogy egy az, hogy őt mindig kontrollálják, ne legyen soha önálló kis gondolata vagy tette, igen. És ő is továbbadja ezt a fajta kontrollt a gyerekeinek, a párjának, mert hogy ezt tanulta, és igen. Ezt kellene egy picit kitakarítani az életet. Belazítani, igen, igen. Pedig mennyire klassz az, hogy ilyen vidáman, könnyedén, lazán alkotni, akár a konyhában, akár a háztartásban, ez a könnyedség, lazaság, tehát a kontroll ezt tudja elvenni, ezt a könnyedséget, ezt a lazaságot, igazából ezt a buli az élet hangulatot tudja elvenni a kontroll, és ha a buli fontosabb, mint az, hogy minden tökéletes, és minden pont olyan, mint amilyennek megálmodtuk, akkor, tehát, hogy ha könnyedség meg a lazaság, meg a bulinál tartunk, akkor én egyébként azt vallom az életről is, hogy az élet az egy buli. És hogy a buliba bele tartozik az, hogy fesztelenül érezzük magunkat, hogy élvezetből csinálunk valamit, és nem azért, mert annak jónak kell lenni, annak pont ilyennek kell lenni, hanem élvezzük azt a takarítást, élvezzük a folyamatot. Én például mosogatni pont azért szeretek, mert hogy én azt nagyon-nagyon élvezem, hogy ott van a kupac, ott van a piszkos edény, és akkor egyszer csak lesz egy ilyen gyönyörű, csillogó-villogó, tiszta kupac belőle. Tehát én a mosogatógépet azt soha nem szeretem annyira, mint amikor így kézzel elvégzem ezt a műveletet, és így a kezem alatt változik meg. Lesz tisztaság, lesz rend, és csillogó borra. Ez sokkal jobban szeretem, mint amikor kinyitom a mosogatógépet. Jó, hát persze a csillogó pohár van, mert ez a dolga a mosogatógépben. De azt nem látom a folyamatot. Yeah. Szóval buli az élet, tehát én azt gondolom, hogy buli az élet, és nagyon meg tudja ölni a kontroll ezt a bulit. Ez bizony így van, nekem a mosogatás helyett az ablakpucolás ilyen, én nem szeretek mosogatni, úgyhogy gyakrabban használom a mosogatógépet, sőt minden nap. Viszont pont tegnap volt egy ilyen szituáció nálunk, hogy ugye több körülöttem lévő nő mondja, hogy de hát ebben nőttem fel, hogy tudom ezt megváltoztatni? Hát ezt nem tudom, hát ezt tanultam, ezt láttam. De ugye, amikor a fiúk kicsik voltak, akkor tényleg ebbe a kontrollba szenvedtem, és ahogy meséltem is, hát szerintem eléggé a családtagjaim agyára mentem. Valahogy beleszoktak, nem tudom, hogy. Aztán szép lassan, amikor felismertem, hogy ez nem jó út, akkor elkezdtem elengedni. És ugye most itt van benne unokám, aki azért eléggé landarírozni tud itthon, és tényleg, mint a szélvihar, megnyerni, és egy perc múlva akkor a káoszt tud csinálni. És tegnap pont az étkező asztalon találta ki ő, hogy ott fog rajzolni. Van kis íróasztala, meg mindene van, de hát mi kint voltunk a étkező asztalnál, beszélgettünk, hát jó, hogy nem ő majd kimarad a buliból, és hozta tollát, mert ugye nem ceruzával rajzol, amit ki lehetne radírozni, hanem rendes tintatollal, hozta a kis papírját, és rátette a papírt az étkező asztalon lévő ilyen alátétel, ami ugye textil. És hát ugye nem tud ő még a papíron maradni, hát ment egy kis tinta az asztalra is, meg a és akkor a nagyobbik fiam, ugye Bende apukája mondja, hogy de anya most össze fogja firkálni. És akkor mondom neki, nem baj, az asztalt le lehet törölni, a textilt ki lehet mosni, és akkor rám néz a fiam, anya, te tényleg megváltoztál. Szóval igen, amit tanultunk, amit láttunk, az jelen van az életünkben, nem fog elmenni, de felülírni, megváltoztatni, bizony mi meg fogjuk tudni csinálni, ha akarjuk. Igen, ha fontosságnak a mérlegét, azt meg tudjuk. Eldöntjük, hogy milyen fontos. Az, hogy állandóan idegbajba legyünk, és az egész családunkat idegbajossá tegyük, vagy az, hogy oké, tudomásul vesszük, hát azt le kell törölni, meg ki kell mosni, de helyette egy nagyon jót beszélgettünk, és mindenki ott volt az asztal körül,
és igen, tök jó buli kerekedett belőle. És nem mérgezzük meg a pillanatokat. Így van. Hát szerintem ez egy jó végszó volt így a mai beszélgetésünk. Bizony. Úgyhogy ha valaki kontrollmániában szenved, akkor gondolja végig, hogy kell az neki oda, vagy nem kell, vagy el tudja engedni, vagy egy picit tud rajta nazítani. És így inkább bulizna. Bulit tudtok kerekíteni az egészből. Úgyhogy jövő héten ismét jövünk egy új témával, most pedig szívesen vesszük, hogyha ti is megosztjátok vele velünk a kontrollal kapcsolatos észrevételeiteket. Hát köszönöm, Kriszta, hogy itt voltál. Örömmel beszélgettem újra veled. Szia, Lina! Sziasztok!